Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban folytatjuk azt a sorozatot, amit a múlt héten kezdtünk el. Tehát továbbra is nagyon egyszerű és rövid angol szólásokat és közmondásokat fogok bemutatni neked, amiket nagyon jól tudsz használni mondjuk egy angol középfokú szóbeli nyelvvizsgám, vagy egy angol nyelvű állásinterjú. A mai első szólásunk a to be close-fisted, ami azt jelenti, hogy valaki szűkmarkú. És akkor nézzünk erre is egy példamondatot. Ahogy múltkor itt is az összes szólást és példamondatot megtalálod a videó leírásában. Tehát a példamondatunk így szól. Carl is so close-fisted. He won't even buy snacks for the Christmas party. Carl annyira szűkmarkú, hogy még ropogtatni valót se fog vásárolni a karácsonyi partira. A második számú szólásunk to go Dutch, vagyis elfelezni a számlát. We had a date last night and we went Dutch. I paid for my coffee and she paid for her salad. Volt egy randim tegnap este, és feleztük a számlát, én fizettem a kávéért, és ő fizetett a salátáért. Harmadik számú mondásunk Midas touch, ami azt jelenti, hogy arannyá változik az, amihez az illető ér, vagyis, hogy az illetőnek nagyon jó az üzleti érzéke, nagyon könnyen csinál pénzt. Jane really has the Midas touch. Every business she starts becomes very successful. Jane-nek arannyá változik minden, amihez hozzáér. Minden üzlet, amit elkezdett, sikeressé vált. Negyedik számú szólásunk, in the red. In the red, ami azt jelenti, hogy ráfizet valamire. I'm in the red this month after paying the ticket. I will need to find some work over the weekend for extra money. Ráfizettem ebben a hónapban, miután kifizettem azt a jegyet. Szükségem van valamilyen munkára a hétvégére, hogy egy kis extra pénzt csináljak. Ötödik számú mondásunk, living hand to mouth, vagyis máról holnapra él. The family has been living hand to mouth ever since their father lost his job. Ez a család máról holnapra él, miután az apa elvesztette a munkáját. Hatodik számú mondásunk. Make ends meet, vagyis kijönni a fizetésből. I don't make much money from my job, but I'm able to make ends meet. I always have enough money for rent and groceries. Nem keresek túl jól a munkámmal, de kijövök a fizetésemből. Mindig ki tudom fizetni a lakbért és a bevásárlást. Hetedik számú szólásunk, rule of thumb, vagyis hüvelykúj szabály. As a rule of thumb, you should always pay for the first date. Hüvelykúj szabály, hogy mindig neked kell fizetned az első randi. Nyolcadik számú mondásunk, keep your chin up, vagyis ne szívd merre. Don't worry, you will find something soon. Keep your chin up, buddy, and don't stress. Ne aggódj, biztos hamarosan találsz majd új munkát. Ne szívd merre, és ne stresszelj. Kilencedik számú mondásunk, spice things up, vagyis kiszínezni, felturbózni a dolgokat. Instead of just buying Sam a birthday gift, let's spice things up by taking him out for dinner. Ahelyett, hogy csak veszünk valamilyen születésnapi ajándékot Samnek, turbozzuk fel ezt a dolgot, és vigyük el vacsorázni. És végül az utolsó, a tizedik számú mondásunk mára, a piece of cake. A piece of cake, vagyis gyerekjáték. I expected the English test to be difficult, but it was a piece of cake. Azt hittem, hogy az angol nyelvű teszt nehéz lesz, de gyerekjáték volt. Nos, a videó végének köszönöm a figyelmet, remélem, hogy érdekesnek találtad ezeket a szólásokat. Innen fogjuk folytatni a jövő héten.